Sziasztok, ez itt az ötödik leném, aminek a címe a Mennyit érsz. Itt vagyunk most a Keller Ferenc Sportcentrumban, más néven a Madárfészek Akadémián. Itt kibéreltem egy egész nagy csarnokot, aminek látjátok itt áll a közepén egy hatalmas nagy ring. Itt rengeteg boxgálát szoktak rendezni, szóval tök jó. Ismered a padlót, tudd, hogyan állj fel. Alázatos maradj, soha ne szállj el. Csókolom mindenkinek, Pribeszki Norbi vagyok. Én voltam a projektben a gyártásvezető, most pont itt vagyunk egy budai elit diszkóban. Itt forgatjuk a maffiás, irodás, végső leszámolós, akcióteli részeket. Nagyon jó projekt lesz, igazán ilyen amerikai filmes. És indulhat, Jöci? Ez a klip az egész életemet fogja bemutatni, a küzdéseimet, az, hogy hányszor álltam fel a padlóról. Nyilván egy picit ilyen akciódúsabb, filmesebb szálon fog menni a történet. Lesznek benne image jelenetek, amik szerintem tök jól sikerültek. Voltak boxos jelenetek, oda kellett rengeteg ember, ugye a helyszínek, lesz utcai verekedés, úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon akciódús klip lesz, meg ugye a forgatás is nagyon pörgős, meg jól haladunk szerencsére. Orbok Réka vagyok, sminkes és maszkos, és Jöci klip most én készítettem el a prosztatixet a szeme alá, ami egy ilyen hatalmas zúzódás, illetve mellette minden más klipben látható sebet, véres horzsolásokat és különböző sérüléseket. A őket nézzétek, köszönöm! És tessék! Főszereplő az nyilván én leszek, én egy boxolót fogok alakítani ebben a klipben, a másik kulcs főszereplő pedig a Tasnádi Péter úr elvállalta ezt a szerepet. Alázatos maradj, soha ne szállj el, két lábbal a földön, de tud mennyit érsz, ha próbálnak elnyomni, akkor sem érsz. Ugyebár a boxoló megpróbálják lefizetni, aki nem adja el a becsületét, ő nyerni fog ezen a meccsen, ott nyilván a fő mafia fej, akit a Péterben játszik, ő el fog ezen egy csomó pénzt bukni, éppen ebből kifolyólag meg szeretné büntetni ezt a boxolót, és több verő embert fog ráküldeni. Na már pedig ez a boxoló nem fogja magát hagyni, és tök jó kis baj és jelenetek lesznek, aztán nem bírnak ezzel a boxolóval, és hát előkerül egy pisztoly. Azt tudni kell, hogy a zene mondandójában lesznek megfogalmazva társadalomkritikák, lesznek megfogalmazva olyan mondatok, amik engem nagyon zavarnak egyébként Magyarországon, a társadalomban, amiket látok, amiket tapasztaltam ugye bár gyerekkoromtól kezdve, és ezeket én mindig minden olyan életérzést, ami engem bánt, vagy éppen leterelne a helyes útról akár, ezeket én mindig megfogalmazom és beleírom a szövegekbe. Vannak odaszúros mondatok ebben a szövegvilágban, a szövegkörnyezetben, ezekre érdemes odafigyelni, mert én azt gondolom, hogy ez egy pozitív és egy elég erős üzenet azoknak az embereknek, akik tegyük fel, abban a cipőben járnak, mint amiben én jártam. Illetve az, hogy sose adjuk fel az álmainkat, álljunk fel a padról, akkor is a nullán állunk. Mindegy, hogy milyen életkörülmény van körülöttünk, mindenből van kiút. Erre én vagyok az élő példa, fogok még majd olyan zenékkel jönni, olyan szövegkörnyezetekkel, amivel egy picit jobban belátást engedek a múltamba, a gyerekkoromba. Úgyhogy ezek még itt tervben vannak. Kurván, villogás, seglázás, hiteltelen barmok, nem megy más, csak aranyrázás. Nekem az számít, ha segítetek másokon, nem tenni a fejemet az idióta live-okon. Kemény menet volt, de ami még keményebb, az ez a klip. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek a verkfilmet, nézzétek meg a teljes klipet is, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, illetve minden olyan platformomra, ahol elérhető vagyok, mert folyamatosan érdekes tartalmakkal fogok jönni, nyereményjátékokkal, amivel nektek rajongóknak, illetve követőknek szeretnék kedveskedni a jövőben. Úgyhogy tartsatok velem, peace!